És ha már a gyerekek fogászati látogatásáról esett szó, akkor hagyj el csak egy rövid bekezdést, vagy kitérést egyébként a barázdazárásra is. Ez egy olyan fogászati kezelés, amely fájdalommentes és nagyon gyors. Azokban az esetekben használható, amikor a maradó moláris hátsó rágó fogak kitörnek. Ez nagyjából 6-7 éves kor körül jön létre. Ennek a kezelésnek az a célja, hogy a nehezebben elérhető barázdált felszíneknek egy védő réteget adjon. Mi ellen? A fogszúvasodás ellen. Maga a barázdazárás, mint kezelés egyébként nem csak a gyerekek számára elérhető, hanem a felnőttek esetében is maradó moláris fogakra elvégezhető ez a kezelés, hiszen egy védőréteget nyújt egyébként ezeknek a fogaknak. Viszont fontos megjegyezni, hogy maga a kezelés nem helyettesíti a megfelelő és alapos otthoni fogmosást.